Az Arabona légvédelmi rakéta ezred tiszteletadásával és az országzászló felvonásával kezdődött a megemlékezés a március 15-e téren. Majd a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület ünnepi műsorát hallgathatták meg az egybegyűltek. Hol szőkesellő, lengyeszellő játszik a Tiszán, ott él egy nép, legendák népe. Horváth Csaba önkormányzati képviselő ünnepi beszédében kiemelte, 1924-ben törvényt hoztak a Hősök emlékünnepének megtartásáról. Ez a kegyelet és hála már nem jutott osztályrészül a II. Világháború hőseinek. 1946-tól elmaradtak a hivatalos megemlékezések. Változások csak 1989-ben következtek be, amelyek elvezettek a 2001. évi törvényhez. Ekkor fogadta el az országgyűlés a Magyar Hősök emlékünnepéről szóló törvényt. A Hősök napja ma a kegyeletadás mellett a béke jelentőségére is felhívja a figyelmet. A jeles ünnep arra is ráébreszt bennünket, hogy a napjainkban folyó háborúknak, harcoknak és a békefenntartásban résztvevő erőknek is vannak veszteségeik. Az ünnepség végén a város vezetői, a politikai pártok és civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit a Hősi Emlékműnél.